A végén nagyon elérzékenyültél. Igen, így van. Nem mindenkinek adatik meg, hogy ilyen nevek közé kerüljön föl. Én ezt nagyon szépen köszönöm a klubvezetésnek, és aki így gondolkodott erről. Amikor elindultam, akkor az a volt a vágyam, hogy ebben a csapatban hagy játszak. Most pedig olyan nevek között vagyok, ami azt gondolom, hogy magáért beszél. Egy remek gála meccsel búcsúztak el tőletek itt Veszprémben. Mennyire voltál elégedett a csapatod teljesítménnyel ezen a gála meccsen? Ahhoz képest, hogy nem edzettünk együtt, nagyon jók voltunk. Én megmondom őszintén, nagyon fáradt vagyok, hiszen a nyarat azt semmit nem dolgoztam ezen a nyáron, örültem, hogy egy kicsi szabad időm van. El is fáradtam, holnap nyilván nehéz lesz a felkelés, de szerintem vagyunk még így egy párok. És egy picit arra, hogy most visszavonultál, mivel fogod folytatni az életedet? A Veszprém utánpótlás neveléssel folytatom, és bízom abban, hogy nagyon jól fogunk dolgozni, és rövid időn belül láthatunk hasonló jó játékosokat, mint amilyenek ma a pályán voltak. Tavaly már, amíg aktív játékos voltam, csináltam ezt a munkát. Az a baj, hogy akkor, amikor az ember játszik, ugye nem nincs annyi ideje rá, most teljes összpontosítással ezzel tudok foglalkozni, és gyakorlatilag azt mondom, hogy most zökkenőmentesen halad minden munka. Nagyon sok emlékezetes pillanatod lehet a pályafutásodban. Mi az, amit most hirtelen eszedbe jut, és nagyon-nagyon szívesen gondolsz vissza rá? Az, hogy a mezenet visszavonultatták mindenképpen. Azt gondolom, hogy ez keretbe foglalja a 17 évemet ennél a klubnál. Sőt, ha mondhatom azt, utánpótlás játékosként akkor 20-at, 21-et, úgyhogy mindent elmond az, hogy az én nevem ott lehet.